Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szegény fiú. Annak a fiúnak kicsi korában elhalt az apja is, anyja is, csak ő maradt egyedül. Szegény volt, nem volt senkije, semmije, s ő szegény feje beállott pásztornak a juhokhoz. Örökké ott pásztorkodott, amíg el nem jött az idő, hogy el kellett menjen katonának. Onnan a juhpásztorságból ment el katonának. Kitöltötte a 3 évet, és mikor hazajött, hát azt se tudta szegény, hogy merre nézzen, olyan szegény volt. Semmije sem volt, jóformán még ruhája sem. Volt egy úriember, annak volt 30 fejős kecskéje. Kihirdette, hogy neki kell egy pásztor, aki nappal őrzi a kecskéket a mezőn, este, reggel, délben megfeji, az ólakat rendben tartja. A fiú éppen arra való volt, beállott hát szolgálni, és kezdett a kecskékkel járni a mezőre. Na de a fiú szemes volt, ügyes volt, a katonaságnál rangja volt, felvitte szakaszvezetőségig, kezdett a kecskékkel is katonásan beszélgetni kint a mezőn. Addig térítgette a kecskéket, és addig beszélgetett nekik, hogy a kecskék kezdték megérteni a beszédjét. Ácsorgatta ide őket, ácsorgatta oda, meg így, meg úgy, úgyhogy kevés idő múlva a kecskék megszokták a vezény szavakat. Látja, hogy az úton jön egy 4 lovas hintó, és abban egy nagy uraság. Odahajtotta a kecskéket, intett a kezével, és az úr megállítatta a kocsissal a lovakat. Azt mondja a fiú, azért állítottam meg, uram, hogy tessék egy kicsit megnézni, hogy ezek a kecskék mit tudnak, amióta én lettem a gazdájuk. Hintóban nagyon tetszett. Kérdi, ki ez a kecske osztag? Ezé és ezé az uraságé. Annyira megtetszett neki a dolog, hogy megvette a kecskéket, de úgy vette meg, hogy a szolga menjen vele, és egy hónapig lakjék nála. Hát, jöttek is a gazdag uraságok mindenfelől, mert azt üzente nekik, gyertek, mert valami csodát akarok mutatni nektek, olyasmit, amit ti még nem láttatok.
országbeli úr annyira megszerette, hogy kérte adják neki, és az úr odaadta. És az idegen országbeli úr belenyúlt a zsebébe és kifizette, amit kért, a házigazda meg az egész pénzt odaadta a szolgának, abból a pénzből a szolga egy szép, ügyes kicsi birtokot vásárolt, egy házat csinált, vett ruhákat, és éldegélt tisztességesen, mint a többi ember. Máig is él, ha meg nem halt.